1990-ben 45 fővel indult el a cipőgyár Csengerben. Eleinte bérmunkában termelt a cég, majd később 2008-2009-ben jelentek meg a szamoskölyök cipővel a piacon. Azóta évente 15-20%-os növekedéssel 100 000 pár cipőt varnak meg a gyárban. A stabil hazai piac mellett Szlovákiába, Romániába és Szlovéniába is szállítják a magyar minőségi bőrcipőt. A vállalkozás életében 2014 fordulatot jelentett, mondta az ügyvezető, mert a bérmunkát a német anyavállalat kivitte Magyarországról, így kevesebb lett a cég megrendelése, bevétele, és kevesebb jutott fejlesztésekre is. A nagyvállalati beruházási támogatással most bővülhet a cipőgyár. Ezt a támogatást, amit hál' Istennek megnyertünk, ezt olyan műszaki berendezések, gépek, technológiák megvásárlására fordítottunk, ami a következő időszakban termelésünkhöz, értékesítésünk feltétlen szükségesek. Ezzel tudjuk biztosítani azt ennek is a segítségével, hogy a további munkánkban ennyi dolgozót, vagy netalántán még több dolgozót is tudjunk foglalkoztatni, annak érdekében, hogy a nyereségesség és a hatékonyságunk megmaradjon. Bővült a foglalkoztatás Szabolcs megyében is, mondta a nemzetgazdasági miniszter. 40 000-rel nőtt a versenyszektorban a foglalkoztatottak száma, ebben a megyében is tette hozzá Varga Mihály. A kormány figyelemmel kíséri azokat a cégeket, amelyek egy-egy térség fő foglalkoztatói, stabilak és képesek fejlődni. Ez a program arra szolgál, hogy azok az elsősorban magyar tulajdonban lévő vállalatok, amelyek fejleszteni akarnak, de már kiszorultak az uniós támogatások köréből, onnan már nem tudnak támogatást kapni, azokat a magyar kormány közvetlen hazai forrásból támogatni tudja. No, itt vagyunk tehát Csengeren, de az elmúlt évben még 13 másik, tehát összesen 14 cég kapott ilyen jellegű támogatást, és azt gondolom, hogy ez a visszanemtérítendő támogatás azt a jó célt szolgálja, hogy a kapacitás bővüljön. Volt erre a támogatása tavalyi évben ugye 3 milliárd forintunk, ebből megvalósult durván 9 milliárd forintos fejlesztés, és 500 új munkaerő is létre tudott jönni az országban. Csengerben 2019-ig megépül egy börtön, újabb munkahelyek jönnek létre a városban. 250 új munkahely lesz, és mind a cipőgyár közösen tud dolgozni egyrészt a börtönben, és hiszen ott is varrodai tevékenységek fognak elindulni, valamint ami legfontosabb, hogy 250 új munkahely lesz benn, ahol nem csak őrök lesznek, nem csak tisztek lesznek, hanem ott gyakorlatilag mint egy város a város, állam az államban, nagyon sok olyan új munkahely lesz, ahol az érettségivel rendelkezőket, diplomásokat fel tudjuk venni, és az egyéb szakembereket is. A csengeri cipőgyár növelni szeretné értékesítését is. A jövőben új cipőipari termékekkel is előállhat. Új terméket fejleszt ugyanis a Semmelweis Egyetemmel közösen.